Úgyhogy én felteszem neked a végére azt a kérdést, amit te már így pedzegettél, hogy meg szoktál kapni, hogy lesz -e még az Újpest edzője, és amire kíváncsi lennék, hogy mondjuk az elmúlt 4-5-6 évben volt-e erre esély, volt-e beszélgetés, tudsz -e erről súgni nekünk valamit, hogy mikor kerültél a legközelebb a kispodunkhoz újra? Igen, volt egy időszak, amikor tulajdonképpen az első három jelöltbe benne voltam, és, és aztán mindig lemaradtam erről, és második vagy harmadik lettem. Tehát fölmerült a nevem. Most az elmúlt időszakban kevésbé ö, merült föl, de de talán, hogyha egy tulajdonosi váltás lehet, akkor, akkor ismét jobban előtérbe kerülök. Én azt gondolom, hogy a, a, a Düsat előről és jó, tiszteljünk egymást, és, és állandóan köszönünk egymásnak, és nincsen probléma, de mégis azt érzem, hogy, hogy az ő fejében nem hiszem, hogy a, amíg ő lesz a, a tulajdonos, addig én oda kerülhetnék medzőnek, ezt, ezt tisztelbe kell tartani, de, de utána azért nem, nem lehetetlen, mert talán ezzel a beszélgetéssel is számolom, számomra is ez a másfél óra, ez ugye elröppent, és nagyon köszönöm, hogy beszélhettünk erről. Nagyon jó érzés volt számomra is ezeket az élményeket fölelevelíteni. Ha még volt benne egy-egy olyan fájó pont is, a két bajnokság elvesztése, amiben megegyeztünk azért, hogy kár volt összecsomagolni kettőt együtt, mert két különböző volt, de a második az, az valóban, de hát az első is marha voltunk hozzá, és nagyon jó lett volna. De szóval még bennem megvan az a fajta tűz, és az a fajta tudás, is, és elkötelezettség, amivel euh, tudnék a, az Újpestnek még a, a vezetőjegyzője lenni. Akkor azt mondod, hogy egy pillanatig nem gondolkodnál a felkérés, kapnál rá. Nem. Nos, Mésző Géza, nagyon szépen köszönöm.